sajnos november végóta nem tudtam gólt szerezni, igaz volt egy téli szület, ami számomra nem sikerült jól. Utána a két meccs múlva ki is kerültem a kezdőből, főként csereként léptem pályára most tavasszal. Hogy csereként váltam, akkor úgy érzem, megvoltak a lehetőségeim, főleg az utolsó négy meccsen. Szerencsére most visszaadt a sors ezen a mai meccsen, ugye nem, még mindig nem fogom fel. Én nagyon örülök neki. Az a helyzet, hogy mindenki tudja már, de van Eppe Marci tudja már? Hát tudom én is. Nagyon örülök ennek a dolnak meg, hogy rúgtam a két gól, de hát gratulálok a Márkónak, elképesztően jól játszott, gyönyörű labdát adott nekem. Egész csapatot ki lehet emelni az első fél idő, szerintem mióta itt vagyok, ilyen jól még nem játszottunk. Idegenben a Debrecenen nyerni, sőt gólt rúgni az eszméletlen. Hát most szurkolunk a Fradinak, hát ha már ma bajnokok tudunk lenni, de nem, akkor jövő héten. Úgy voltam vele, hogy meg kell ragadnom a lehetőséget, bebizonyítani, hogy helyem van ebben a csapatban. Ugye ősszel volt egy jó félszezonom, utána ugye tavasszival nem vagyok megelégedve, ugye ezt nehezen is dolgoztam fel, de szerencsére ma minden rendben volt. Ugye jöttek a gólok, gólpassz, és az a legfontosabb, hogy behúztuk ezt a mai mérkőzést. Meleg volt, azért is mutattam a végén, hogy nyugodjunk le. Amikor sikerült berúgnom a gólt, kicsit izgult a csapat, megéreztük azt, hogy a Lánza lement, de az fontos volt, hogy ő lemenjen, nehogy sárga lapot kapjon, tud az utolsó meccsen játszani. Ugye 3-0-ra fordultunk, bent beszéltük, hogy az öltözőben még nincs vége. Ennek ellenére nem is tudom, mi történt, visszaálltunk, gyorsan szereztek két gólt, utána nagyon kellett Epinek az a fejes gólja, a 81. percben, nem tudom, de ott szerintem ott eldőlt a mérkőzés, és utána még sikerült nekem a végén egy gólt szereznem, de tényleg nem szabad legközelebb ilyet csinálni. Mondjuk, hogyha vidéken vezetnénk 3-0 a fél időben, akkor nem szabad így visszaállni. Hát nagyon remélem, hogy nyer a Fradi, de hogyha nem, akkor jövő héten igazából minden kiderül, hát videóton eljátszunk, megteszünk mindent azért, hogy nyerjünk. Megint nagyon sokan voltak. Ugye egész évben mellettünk voltak, ugye nélkülük szerintem nem lennénk ott most, ahol vagyunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy 6-7 ezer ember kint lesz a Vidi ellen is. 15 gólos vagy, elég lehet a gólkirály címhez, vagy azért a Vidi ellen még kéne néhányat vágni? Hát kéne néhányat, de nem azért, hogy gólkirály, hanem azért, hogy bajnokok legyünk, az sokkal fontosabb.